Gangsta Zoli és a Carter Dublinban forgatta legújabb klipjét. Az út természetesen kalandos volt, erről is meséltek nekünk. Swine that refuse to leave the trough. You'll get no more in savings, so you bastards bugger off. Eleve a nóta maga a Dublin szám, az úgy született meg a fejekben, hogy ezzel a célzattal, hogy mi oda kimehessünk klipet forgatni. Boom, szereklek, boom! Ez az! Boom, szereklek, boom! Na meg itt vagy! Boom, szereklek, boom! Yeah. Mentünk oda játszani, fellépni zenekarral, és ott volt három kiváló barátunk, a Cipó Laci, a Lóri meg a Szabi, ugye meg is vannak írva a nótába, a három magyar srác, meg hát van ott még egy csomó magyar barátunk, de hát ők voltak azok, akik igazából sokat segítettek nekünk, főleg a Cipó Laci, és akkor ez, jött egy ilyen ötlet, hogy ezt megírjuk egy nótába, és akkor már, mikor a lemezszéken megmutattuk a lemezanyagot, akkor egy ilyen célzottan, hogy szerintetek melyik lenne a jó klip, tehát a klipre jó nóta, mert szerintem a Dublin az nagyon jó lenne, nem azért mondom, hogy Dublinban lehetne forgatni. Gyár látogatás, nyugodt legyél, de marad el a hatás. Srácok, szerzik a finomságot. Pirítunk egyet, és újra látod. Pörög a társaság, mint majom. Most a nyecli. Ez úgy nézett ki, hogy az indián ugye úgy gondolta ki az egészet, hogy természetesen, mint a Szerpatár klip, egy ilyen utazós, hülyéskedős, mindenféle vágóképekkel összehozott klip legyen. Nem egy, ott a kert a kocsmába megy. Csukolj meg engem, mert én vagyok, mint the house of pain, all in vain. Virít a semrok és tombol a boom, szalak, lak, boom, ez az, boom, szalak, lak, boom. De közbe iktattuk azt is, hogy ugye ott Dublinba fölléptünk a kint élő magyaroknak, és a koncerten, mindenféleképpen a koncerten, hát egy hakni műsort nyomtunk, ott mindenféleképpen lement a klip kétszer is, vagyis pontosabban a klipnóta, a Dublin, és hát azt is fölvették innen, onnan, színpadról, a közönség felől, és szóval tulajdonképpen az is benne van a, ugye az a fellépés. Kert a kocsmába megy, Dublin az egyetlen egy, ott a kert a kocsmába megy. Most például nagyon, nagyon érdekes módon készülünk feldolgozni a Motorhead-től a Going to Brazil című nótát, hátsó szándékkal természetesen. Az történt, hogy itt hebberegtünk borzalmas módon. Hát ez mit lehet csinálni Írországban igazából, hogyha kimegy valaki? Dublin az egy nagyon, nagyon jó város, de hát nem olyan, mint New York, nem egy bevásárlóközpont egyrészt. Egyébként nem, jó dolgot lehet venni. Én például rögbimezekben nagyon erősek. Engem az érdekel, másokat nem nagyon.